Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon különleges fuggercettet fogok nektek bemutatni. Ezek a modellek igazából már egy jó ideje nálam vannak, de még nem készítettem róluk videót, viszont most úgy gondoltam, hogy már nem ártana. Ez egy hármas szett, ami most jelenleg nálam van. Ez maga az egész szerelvény viszont hat részes, ebben most ugye nálam csak három van. De hogyha igényt tartotok rá, akkor esetleg megvásárolom a többi három részt is, és akkor azt is bemutatom. Úgyhogy ha érdekel ez a set, akkor tartsatok velem a mai videóban, és megnézzük, hogy hogyan is néz ez ki. Ugye most így kérdezhetnétek, hogy hát milyen fuggercet, hát nem nagyon adtak ki ők semmilyenféle ilyen egybe szettet. Viszont van egy DRS szettjük, ami nagyon ritka, tehát én is még csak egy-két darab modellt láttam belőlük. Ugye ez a teljes szerelvény, ez hat részes lenne, viszont én csak ezt az első hármat vásároltam meg belőle, mert egyrészt ezek voltak így egyben, másrészt pedig ebbe volt egy olyan modell, ami nekem nagyon kellett, úgyhogy azért ezt a részét vásároltam meg. Úgyhogy szerintem kezdjük is a bemutatást. Ugye három darab kocsiról lesz szó, most nem gondoltam, hogy ezt külön kéne szedni a videót, tehát hogy minden kocsiról külön videót, mert az annyira nem lenne érdekes. Igazából így is, tehát konkrétan a kocsik azok ugyanolyan fuggert kialakítást, tehát semmi változtatás nincsen rajtuk, csak ugye a festés, a matricázás ugye a feliratokban, illetve ugye az, hogy tényleg ez egy különlegesebb szett. Nos, hát kezdjük is az első kocsival. Ez egy BDH-nak kinéző kocsi, viszont ugye látjátok, hogy DR feliratokban van. Na most ezekről a kocsikról azt kell tudni, hogy mindegyik ugye fantázia modell, tehát ilyenek a valóságban, ilyen festésben soha nem léteztek, tehát Németországnak a GANZ nem küldött ilyen kocsikat, tehát náluk ilyen sosem létezett. Tehát ez 100%-ban egy fantázia fuggert modell, de nekem igazából nagyon tetszenek. Ugye látjátok, hogy közelebb hozom. Látjátok, hogy 120-as, amúgy Lipcse a vonállomása, az is érdekes. Ugye itt különböző féle dolgok vannak, de amúgy látjátok, hogy úgy összességében nem nagyon különbözik a magyar változattól. Mutatom a másik oldalát is. Ez sajnos ugye hát fuggert, és nem nagyon látszódnak itt a feliratok, de itt a másodosztály alatt nem tudom, hogy mi kéne, hogy legyen, gondolom az, hogy nem dohányzó, vagy valami ilyesmi. Itt látjátok, hogy már valószínűleg németül van írva a Lipcse felirat, bár ugye nem tudok németül, úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni. Úgyhogy igazából ez a BDH-s része, ez ennyi lett volna, tehát látjátok, hogy nincs is külön kocsi megjelenítése, tehát nincs is ennek normális neve, csak ugye ott a pályaszám, illetve a DRS jelzés. Úgyhogy haladjunk a következő kocsira. Ez egy BY, hogy így, tehát így a magyar kocsikhoz, hogy hasonlítsam. Ez egy ugye két végajtós BY kocsi, hát ugye ez is, tehát ez szintén nem volt ez Németországnak. Közelebb hozom, itt látjátok, hogy ennek sincsen normális tehát kocsi típusa, ugye itt is csak a pályaszám van. Látjátok itt is, hogy másodosztály, illetve itt szintén ez a felirat nem nagyon látszik, hogy ott mi akarna lenni. De mondom, valószínűleg az akarna lenni, hogy nem dohányzó. Bár ilyen kis piktogramokat nem nagyon láttam rajta, hogy ugye nem dohányzó lenne, tehát lehet, hogy pont az lenne, hogy lehet benne dohányozni. De amúgy látjátok, hogy ezeket a feliratok azok eléggé ilyen, hát, középszerűek, de itt azért ezek a nagyon pici részek már nem annyira olvashatóak, illetve az alvázás ugye alap fuggert kialakítás. Nekem amúgy ez az első ilyen BY típusú kocsim, tehát nekem magyar BY vagy AX, BX, tehát amik ilyen kialakítást kaptak, még nem volt. És fun fact amúgy, hogy ezek a kocsik, mivel látjátok, hogy ezeknek még nem ez a benyomott végük van, mint például itt a
most ez a BDH. Tehát nem ilyen benyomott végük van, ugye, hanem még ez a kis ilyen kidundorodó bumszli végük van, ezért a fuggertes dobozokba, meg például ugye ebbe a startsetbe, amit a fuggert régebben gyártott, ugye nekem van egy olyan dobozom, tehát ezek nem olyan passzentosan férnek bele, tehát ezeket igenis bele kell úgy erőltetni, úgymond a dobozba, mivel ez a rész, ez hosszabb. Tehát egy nagyon minimálisan, nem tudom, majd talán bevágok ide egy képet arról, hogyha össze tudom így nagyjából hasonlítani, de ezek a féle kocsik, tehát ez a BY, meg AX, AP, ezek a kocsis családok valamivel hosszabbak, mint a, ugye az előbb említett behúzott végű kocsik. Látjátok, hogy ez is amúgy tényleg semmi extra nincs rajta. Amúgy, ahogy nézegettem, a kerekek azok eléggé újnak tűnnek benne, tehát ez valószínűleg még egy méter sem futott, ugye nálam már a selejtmenetes videóban ezt az egy kocsit láthattátok, úgyhogy nálam ez már futott, de a többi az még nem, mert igazából nincs is nagyon mi után használni, mert ugye a valóságban ugye ezek nem nagyon léteztek, legalábbis ugye ebbe a festési formában. És a nagy ágyú, amiért én ezt az egész szettet megvásároltam, az mindjárt mutatom, az pedig nem más, mint egy DR Fuggert vezérlőkocsi. Ez az eddigi legritkább modellem, mivel ebből tényleg csak ezt az egy darabot láttam így összesen, tehát semmi képet nem találtam róla a neten, csak ezt az egyet láttam, ami most ugye itt nálam van, és utána néztem, és lehet, hogy nem jól tudom, de olyasmit olvastam, hogy ebből a vezérlőkocsiból összvisz 5 darabot gyártottak. Mondom, lehet, hogy ez nem teljesen legit, tehát, hogy nem teljesen igaz, de hát ahogy én olvastam, meg hát amit én ki tudtam szedni így az internet bugyraiból, az azt találtam, hogy ebből a vezérlőkocsiból 5 darabot gyártottak összvisz. Ahogy láthatjátok, tényleg meg is mutatom itt az oldalát, tehát ennek sincs semmilyen extra kialakítása, tehát azon kívül, hogy ugye ez ilyen nagyon ritka festésben, illetve feliratozásban van, nem nagyon különbözik szinte semmiben a mondjuk egy magyar vagy egy gyeseves verziótól. Itt valamennyire látszik a kis felirat, nem tudom, hogy rázoomolok kicsit, hogyha ebből valaki ki tudja hozni, aki esetleg németül, vagy nem tudom, lehet, hogy ez oroszul van ráírva, amúgy nem tudom, mert nagyon nem látszik ez a felirat. Aki esetleg tudja, hogy erre mi van írva, vagy mi kéne lenni, az írja már a kommentbe, mert tényleg érdekel. Ugye látjátok, hogy 120-as a kocsi, ez már Halle állomásra honos, ugye? Itt látjátok az ajtót, illetve ugye itt van a vezérlős rész. Nekem amúgy nagyon tetszik, és ezt a szettet, ezt így ilyen magyar vonatkozásban úgy tudnám elképzelni, mint tudjátok, van az a permetező vonat. És ezt a vezérlőt például, meg mondjuk mögé rakom ezt a BY-szerű vagont, ezt tényleg úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen permetező vonat, ugye, ami szokott járni, mint olyan egy évben egyszer ilyen helyeken, ugye, hogy az ágyazatot lepermetezze, ugye ilyen növényírtóval. Megmutatom a másik oldalát is, igazából azon sincs ugye semmi extra, de igazából aki már így követi a csatornámat, meg így szétnézett rajta ugye jobban, az láthatta, hogy én azért gyűjtöm ezeket a Fuggert különlegességeket, tehát például ott van ugye a mondjuk a görög szett, vagy az a narancsárga görög vezérlő, tehát azért én nekem főleg a vezérlők azért azok nagy kedvenceim, ugye még a gyeseves sajnos nem tudtam beszerezni, ugye a zöld-sárga, az se voltam ugye a valóságban, tehát az is fantázia modell, de az nekem nagyon tetszik, és még azt sajnos nem tudtam beszerezni, úgyhogy még ugye az egy kell igazából, hogy így nagyjából teljes legyen a gyűjtemény, nyilván egy-egy darab így kilóg belőle, de a nagyja az már megvan. És ahogy láthatjátok, hogy ennek a kocsinak sincsen ugye típus száma, tehát nincs ideér, vagy BDT, vagy BDBF, vagy valami, ugye itt is csak a pályaszám, meg a DR felirat van.
amúgy szerintem nagyon jól néz ki. Tehát ez egy ilyen, hasonlít erre a retro vezérlőre, meg Magyarországon is volt egy ilyen, majd mindjárt bevágok ide egy képet róla, most ez a valóságban van, ugye. Régebben volt egy hasonló színű vezérlőkocsi, csak az ugye magyar volt, és az elején, mint a mostani retro vezérlőnek, ugye ilyen bajusz volt, úgymond, és ugye a közepén vörös csillag. Úgyhogy ez arra hasonlít igazából a leginkább. Megmutatom a másik oldalról is az elejét, hogy így, hát, itt talán kicsit jobban látszik. Hát igen, ugye apróbb kis hibák vannak rajta, például itt a lámpánál látjátok, hogy ez annyira nem teljesen szépen lett levágva, az a kis fényvető benne eléggé töredezett hatása van. De hát ugye ez egy Fuggert modell, tényleg nem kell tőle olyan sok mindent elvárni, ugye mondom, tehát én is csak azért vettem meg, mert ugye gyűjtöm a vezérlőket, és igazából ez az előző legbemutatott két kocsi nem is kellett volna nekem, igazából csak ezért a vezérlő miatt vettem meg, de úgy döntöttem, hogy ha már van egy vezérlőkocsim, akkor legyen már mögé minimum egy pár darab vagon, amit ugye be tudok mögé rakni. Amúgy meggondolkoztam rajta, hogy meg is mutatom, ezt a podgyászteres kocsit eladom. Ezt ugye, mert igazából ez nekem valahogy annyira nem jön be, tehát ez elég furán néz ki szerintem. Vagy lehet, hogy ez csak nekem, mert ugye ez konkrétan abba különbözik csak ugye a vezérlőkocsitól, hogy ugye itt a végén nincsen vezetőfülke, és így van ez kialakítva, de ez így egy szerelvényben furán néz ki, hogy vezérlőkocsi, egy ugye ilyen BY, ami ugye alapban nem is tudna távvezérlést, tehát igen, és egy podgyászteres kocsi, tehát hogyha már itt a vezérlő, ami ugye alapból podgyászteres, hát itt látszik is, akkor minek bele még egy, úgyhogy ezt valószínűleg el fogom adni, ezt a podgyászteres kocsit, de majd úgyis majd meglátom, hogy mi lesz vele. Amúgy tényleg ez a set igazából csak azért vettem meg, mert gyűjtöm a Fuggert, különlegességeket, ezt már mondtam. Igazából nem tudok róla sok mindent elmondani, tehát szép, jó, ilyen gyűjteményben tényleg jól néz ki, de tehát akik ilyen nagyon valóságot gyűjtik meg, hogy arra törekednek, azoknak nem feltétlen jó egy ilyen. Mára ugye persze tudnak szerezni, mert mondom, én is csak ezt az egy darabot láttam, ami itt van most ugye előttem, és tényleg, ha jól olvastam, akkor ebből azt hiszem 5 darabot gyártottak. És igazából köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és tudtam valami újdonságot is mutatni. Ugye én igazából arra alapozom a csatornámat, hogy próbálok minél különlegesebb és minél ritkább modelleket bemutatni. Ugye látjátok, hogy a görög szett is, tehát arról igazából, ha felmentek a YouTube-ra, bárhova, nem igazán lehet találni semmilyen információt, és én azért próbálom itt ugye azt megosztani, hogy ugye legyen valami információ ezekről a modellekről. Most már ugye ezekről is lesz, meg ugye már a görög dolgokról is volt. Igazából ezt szántam mára. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!